Sziasztok, Zó vagyok, és Isten hozott titeket újra itt az Oldemoc 3 botpack végigjátszás következő részében. Ugye előző részben is elég sok mindent csináltunk, többek között egy atomerőművet, bár az áramot azt nem használjuk, de mégiscsak egy atomerőművünk van mindenféle spéci ruhával. Igaz, hogy ez ilyen egyszerű, tehát a legszükségesebb gépeket raktam össze. Ennek még mindig visszér a hangja, hiába van rajta muffler. Ez mit csinál most ennyi ideig? Ja, igen, hogy ez a scrapboxokat csinálja, de hó, mennyit csinált. Ugye futott a szerver egy ideig, sajnos ezt nem adja át automatice. Ha én ezt így beleteszem, akkor sokkal többet... Hoppá, miért van nálam üveg? Várjatok ezt. Tudnám, hogy miért van üveg. Ja, csináltam egy üveges dolgot, ezt is mindjárt megmutatom. Szóval ennek csak ez az előnye, hogy a scrapboxsal hirtelen baromi gyors lesz, többszöröse. És sokkal gyorsabban csinálja ezeket a smötyiket, de igazából nincs rá szükségünk, csak nem én futtatnám, hadd fussam. De valahogy át is lehet ezt alakítani scrapbox-á, és az mire is jó? Azt meg vissza? Nem, volt valami, hogy valami véletlenszerű anyagok vannak benne. Aha, tehát így megnyitom, és akkor egy ügyi network kártya. Ez nem is olyan rossz, ezt is ki tudom nyitni? Aha, ezt is. Hát ez... Fa, izé, hó, hát ez nem annyira jó, tehát akkor lehet érdemes átalakítani. Várjunk csak előbb, megkeresem a kukámat, és oda teszem ezeket a fa hókat, ahova valók. Jó, tehát akkor érdemes először átalakítani. Na, nem itt, mert ez itt tele van, hanem itt. Mondjuk mind a 9-et, és ha így nyitom ki. Gyapjú, milyen fa ez? Fa. Szedár szepling, oké, eltesszük. Hát jó, most már azért nem olyan jó, Golden Brick, szóval csak Arizona Poppy. Opa, figyeld a. Mining Turt, na azt pont nem használjuk, Unfired Clay Chestplate, tehát agyak. Hát szóval akkor erről ennyit. Jó, ilyet is tudunk, Bloodfoot Karma, Assassia Case. Ez csak arra volt jó, hogy tovább nehezítjük az emi rendszerünk dolgát. Nem, mintha nem lenne hely benne, mert tele van. Látjátok, telepakoltam újabb mikroprocesszorokkal, mert ha emlékeztek, volt néhány feladat, amit elindítottam, és egyszerűen nem indult el. És gondoltam, hogy megpróbálom, hát ha az a baj, hogy túl kevés a koprocesszor, mert hogy ilyen rekurzívan csinálja, akkor néhány szál után nem működik. Szóval aztán minden szál egy-egy koprocesszor, és akkor azért kell több. Jól megtömtem mindet, és most itt tényleg jó. Tehát tényleg számít, hogy mennyi koprocesszor van. A kettő az valószínű, hogy ilyen szinten már nem elég. Valószínű, hogy ez a 8, ez kicsit túlzás, de tényleg a kettő között van valahol az igazság. Ment ez az atomerőmű is. Ugye telepakoltam, sőt már ki is merültek, nagyon szuper, nem merem kivenni, hát ha így is üt, mindjárt töltözött. Telepakoltam ugye a ventilátorral, de szerintem még az előző részben csináltam. Így kiveszem, ugye nekünk ez kellett, mert hogy ezt majd jól ledaráljuk. És akkor jó lesz nekünk, de közben csináltam a következő adagot, itt van. Na most ebből ez úgy működik, hogy az ember leteszi. Na most elindult. Akkor ugye ezek a ventilátorok elvezetik a hőt. És van nekik egy ilyen, milyen szint, hogy is mondjam, talán mennyire használódott, vagy ilyenek. És ugye a ventilátorok kivezetik a hőt a szélére. Ez így rendben van, ha viszont túl sűrűn rakjuk őket, akkor a ventilátorok elkezdenek tönkre menni. Tehát azért így csökken az élettartamunk elég jelentősen, tehát nem lehet ilyen sűrűn, legalábbis ezekkel a ventilátorokkal nem. Ez sajnos ez olyan szint, hogy... Jaj, várjál. Ezt visszarakjuk, ezt kivesz. Ja, és most már mivel megváltozott a szintjük, amíg lementek, tehát elhasználódtak, ezért már nem lehet összesztekkelni őket. Szóval ez így működik. Raktam be a gépbe egy újabb, mondjuk ez nem kellett volna lejönni, mert itt van, tehát ventikből tettem be egy ilyen advanced heat ventet, gondoltam, hogy csinálok egy 20-at, kell motor, meg mindent, eléggé összetettek, azért raktam be rögtön a programozóba. Na, te ide, és akkor megnézzük, hogy... A szokásos probléma, a szokásos. Na mindegy, kivesszük ezeket, felmegyek. Ja, itt van nálam egy kis feljáró lift. Tényleg miért nem csinálok liftet?
Na, hogyha már jól vannak a ventilátorok, akkor jön vissza a durability, ez nagyon jó. Tehát látjátok, hogy növekszik 870-872, tehát én így írtam, megijedtem, hogy ezek egyszer tönkre mennek, és akkor nem hagyhatom itt a futni, miközben a szerver megy a háttérbe. De szerencsére nem. Most akkor azt fogom kipróbálni, hogy ide ilyeneket teszek, ilyen spécit, és akkor remélem, hogy már sűrűbben rakhatom, mert hogy ezeknek sokkal több hőt ki kéne vezetni, ezek nagyon gyengék, úgy néz ki, mert hát nem, hogy csak ezeket kéne, ugye ezek csak egyek, de ez lehetne négyes, négyszer ekkora, sőt, hát közben is van, közte is lehetne, és ezek a heat exchangerek az, amik kivezetik. Nem néztem most utána, de látjátok, hogy már ez is így sok. Egyszerűen nem. És ha egy mindent nem várja, hogy van, akkor ezt mondjuk ezt ide teszem, ezt meg kiveszem ide, akkor mi lesz? Visszaáll. De szóval valószínűleg valamit rosszul csinálok. Most nem néztem utána. Amikor ezeket foglalkoztam, akkor neten kinéztem, hogy melyik a legjobb ilyen összerakás, ami a leghatékonyabb, és ezt csináltam meg. Most így magamtól próbálom, hát meg is van az eredménye. Na, meg egy kicsit ki kell venni, mert úgy látszik, hogy nem tudják elvezetni a hőt. Tehát most jó, mert kicsit csökken a hőmérséklet. Azt se tudom, hogyha mondjuk úgy rakom be, hogy nőjön, akkor szerintem felrobban egy idő után. De hogy van olyan, hogy egyensúly, hogy kicsit nő, és akkor megáll, vagy ha egy kicsit nő, akkor már sokáig nőni fog? Nem tudom. De nem merem itt hagyni. Gyerekek, nem merem. Nem szeretnék itt egy lukat. Szóval legyen úgy, hogy adja le a hőt, inkább várunk egy kicsit. Úgy is van 7, lehet, hogy már ez is elég lesz amúgy. Jó. Tehát, igen. Ja, és miért volt nálam üveg? Megyek, megmutatom. Tomika 2007 nevű nézőm emlékeztetett, hogy a 8. részben már megígértem, azóta is ígérgettem. Szerintem azóta nem ígérgettem, de az biztos, hogy akkor megígértem, hogy ezt lecserélem üveggé, amikor majd lesz ilyen cserekészülékem, és hát most jöttem az ideje, hogy miután emlékeztetett, hogy ezt tényleg megtettem. A sima cserélő nem működött, ugye van egy vandom, ami tud így cserélni. Hát kellett csinálnom egy exchanger, de az exchanger az nem volt olyan egyszerű. Hol is vannak a... Hát, ja, itt van az interfész. Itt, mondom, itt van az interfész. Elég sok ilyen lépcsője van, mert hogy ezek ilyen rekurzívan mennek egymásba, ezért le kellett csinálnom egy csomó programot, meg különböző kort. Ez is megváltozott a korábbi részekben, nem volt ennyire bonyolult. Tehát most van egy exchange craftor receptem, és megcsináltam a legerősebbet. Ez 16 000 pontja van, meg azt hiszem, hogy valami 20 vagy 15-15-öt tud maximum cserélni. És a kómával, koma veszővel, vagy valamivel, ja, azt kéne, hogy legyen nálam, akkor ha így lehet állítani, hogy mekkora legyen az az akkora. Hát 15x15 az már baromi nagy. Az már baromi nagy. Ilyen 1x1 ez is nagyon jó. És úgy látom szerencsére, hogy szépen lehet javítani. Tehát nem tudom úgy, hogy működik. Most már nem javítom tovább. Tehát nem tudom, hogy bárhogyan lehet-e javítani. Szerintem nem, mert volt korábban valami elem, és egy ilyen faj, és az tönkrement és eltűnt. De a lényeg, hogy ez a Ripperer, ez szuperül működik rajta. És hogy van az elevator? Most egyet így hamar ide rakok, hogy ha még egyszer van ilyen baleset, hogy mondjuk ide, és akkor ide gondolom, mindjárt meglátjuk, szépen illik a ide, jó, oké, működik. Tehát egy ugrással feljövök, hogyha leesek, akkor is legalább erre a szintre tudjak jönni, mert úgy néz ki, hogy ez gyakori, hiába tömtem be ezt a helyet. De a drakonikba tovább szeretnék lépni, és ehhez el kellene kezdeni csinálni a narancssárga, azaz a övéken drakonikus cuccokat. Drakónium. Itt vannak a páncél. Persze, hogy a páncél kell, mert hogy ez a Wyvern, ez sajnos nem tud repülni, ezért kell ez a drakonikus cucc. És ugye az előző részben néztük, hogy mindegyikhez kell egy blokk, egy energy core és egy övéken core. Energy core, övéken core, várjál, övéken. Ja, mert hogy nekünk flux kapacitorunk van. Akkor az más. Szóval akkor most le kell programozni gyorsan ezt a Draconic Energy Core-t, ami Wyvern-ből indul. Oké, tehát ahhoz meg legalább egy ilyet kell most csinálni. Akkor indul a gépezet. Vagy ez nem csinál? Nem. Nem, ezt még lehet craftolni. Jó, akkor össze kell rakni a programot, hogy a Awaken Energy Core is legyen, ami pedig
ezzel kezdődik, ez lesz középen. Hol van? Ja, mi lenne, ha közvetlenül megkeresnénk? Ja, itt is van. És akkor ez lesz az első, 4 darab vacant ingot, 1 darab core és 5 redstone. Tehát 1, 2, 3, 4, az mehet a következőnek, 1 darab core és 5 redstone. Ja, ezzel fog kezdődni, és redstone, redstone szerencsére már nem gond, van egy elég jó kis tuti, így redstone készítő. Hát végtelen körünk igazából, ami okátja a redstone-okat. Na jó, nem gyorsan, de éppen elég sebességgel. Úgy látom, megint betelt a cobblestone. Amikor beszokott telni a cobblestone, akkor beindítom ezt az átalakítót, ami a double-ből csinál, double compressed-ből csinál triple compressed, és ezzel átteszi egy másik tárolóba. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, és az a lényeg, hogy a végére egy olyan erősen tömörített cobblestone lesz, nézzük csak, cobblestone, hogy összesen 263 van belőle, tehát, és ez nagyon sok, 263 szor 60 ezer, szóval sok millió, és mindössze ennyi helyet foglal. Na és a szokásos, hogy ugye az elsőt először kézzel, akkor meg lesz az eredmény, és ugye ezeket egyesével kell, és akkor utána mehet az egész automatizálás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, és végül ez. Na és ha jól csináltuk, el is indult, ja igen, folyamatosan kapja a redstone jelet, tehát akkor ez meg lesz, és ha elkészült, mondjuk egy kicsit segítünk, pak, akkor ott megjelenik a tárolóba, és kész is. Ez a program, jobb, hogyha a kukac. Mert hogy nem működik a kukac, csak ha oda viszem az egeret, és ez néha meglepő. Draconic Energy Core, miért van 2 belőle? Ez egyet kellett volna csinálni. Csináltam én már ilyet, csak nem programoztam le. Már lehet ám, simán lehet. Jó. Ó, jó, hogy szóltatok, persze. Cobblestone nélkül nem megy. Cobblestone nélkül behal az egész, nem fog tudni többet csinálni. Oké, és akkor ezt a van itt egy ilyen kis chest, mert hogy az van ott, ez lesz az. Én ezt már leprogramoztam, mi van velem? Na most csináltam akkor 4-et, elkészült a 4. is. Ja, hát 10-et csináltam igazából, akkor egy kicsit várni kell, amíg a többit is megcsinálja, jó? És megkeresem a Wyvern páncélt, és akkor szépen felrakjuk. Ez az itt van. Ugye mind a 4-et így fel kell upgrade-ezni ezzel a 3-mal, és lesz jó kis drakonikus cuccunk. Na, hama megvárom, amíg, mert hama kell várni, mert azt nem lehet lassan, csak gyorsan lehet várni. Megvárom, amíg elkészül, aztán kezdjük a páncélt. Hú, milyen jó visual glitch-en van, gyerekek, ott ebben az a 3 toronyból a 2 átlátszó, már nem. Milyen jó volt. Nem tudom, lehet az éjszaka miatt, vagy valami. Na, közben csapkodom. Aha, még mindig van, úgy látom. Jó, akkor még mindig csapkodom. Na, most ért véget, tehát akkor hama beleteszem ezt a 3 dolgot. Így most lehet a 4 egymás alatt, mert hogy 4-szer fogjuk használni. És akkor szépen mehet start. Bam, oké, következőbe is indul a start. Na, ezt szeretem, ez sebesség. Ilyenkor már milyen jó. Na és akkor, ha minden igaz, itt kell lenni valahol. Gyerek, ó, de nézz, júj, de jó cucc, és mindjárt tölti is a wireless charger, és milyen gyorsan tölti, pedig hát azért 16 millióan megy darab. Fú, már nagyon-nagyon állatok vagyunk. Ezt nézd, repülés. Hát mondjuk ez nem változott, na jó. De akkor is. Elmetek a C betű, config, jó, miket lehet állítani, night vision, off, hát most nem kell night vision, mi van, ha bekapcsolom, azt hiszem, hogy olyan kicsit furább, kicsit olyan világosabb, de jó, egyelőre maradjon a C betű, oké, hide, armor, elrejtsük, night vision, lock, off. Ja, hogy az, hogy mindenhol működjön. Ja, mert hogy azért nincs különbség most a night visionben, mert hogy ugyanolyan, aha, tehát hogyha ez
lekapcsolom, akkor látszik itt egy kicsit, az árnyékok változnak, de semmi olyan. Jó, maradhat a páncél, szerintem jól néz ki, nem kell ezt elrejteni, és most hogy lépünk ki? Ja, C betű, oda-vissza. Speed modifier, flight speed, hatszoros, ez szerintem nagyon durva, legyen ez a háromszoros. Flight lock, tehát az, hogy ne tudjunk menni, állandóan repüljünk, az egy kicsit idegesítő, az ki is kapcsolva. Jó, nagyon jó, ne tüntess el. Inertia cancellator, when flying at high speed, it forces you to stop almost in the... tehát, hogy elméletileg ez rögtön megáll, ez tetszik. Boost on sprint, ez is, tehát futáskor gyorsítson, várj, ezt nézzük csak. Tehát baromi gyorsan repülök, ezt imád, aj, de jó. Emlékeztek, hogy azért mindig ott van egy kis probléma, hogy megállásnál, hogy az ember ott elkezd össze-vissza, hogy menni jobbra-balra, hintázni, de azért ez milyen jó, hogy így rögtön megáll, ezt tetszik. Ő és milyen gyors, lehet, hogy ez még kicsit túl gyors is. Ja, jó lesz. Na nézzük, mi van még. Legging, oké, speed modifier, oké. Miért vagyok ilyen gyors? Boost on sprint, mindent bekapcsolok, hide armort, azt nem. Jó, kilép, belép a C-vel, és akkor a lábakkal jump, ja igen, ez az ugrálás. Hát az is mondjuk dupla, akkor átugorjunk. Boost on sprint on, step assist, az nem annyira tetszik. Jó, ennyi. És mi ez? Hát, display hot skill. Aha, jaj, ezt ami írja, hogy mi a helyzet, mivel. Rotate, numerik, tag. Ennyi? Mert hogy a fegyvereket kis kell csinálni. ez ám az armor, azt a mindeni. Megérkeztünk. Ez az én... Jó kis páncélom, ilyen még sose volt, tehát ilyen hirtelen megállás a korábbi verziókban nem volt. Vannak jó páncéljaink. Na, akkor fegyverek. De most milyen közel lett ez az új bázis, vagy hát a bázis 2. Fegyverek, mindent meg kell csinálnom, mert hogy kell ő kell nekem. Stuff of everything, mert hogy ez nem csak, hogy minden van benne, ugye nem véletlenül az összes eszközt bele kell tenni egybe, hanem hogy erősebben is üt, mint a kard. Ha jól, azt hiszem, nézzük csak. 1 attack speed, 60 attack damage, 3,5 attack damage, ennek tudja, hogy jobb a swordnek az ereje, nem, ahogy csak 3,5 üt. De a felépítés az szokásos, tehát kell egy kardot csinálni a Wyvern kardból, az ásó is a Wyvern ásóból jön, és a pickex is a Wyvern pickexből, és azok viszont megcsinálható kraftolással is, hogyha van minden, mondjuk akkor ebből kell egy, hát legyen 4 darab, szerencsére ez pickpak megvan, ilyen van, Nether Starunk van, tehát akkor nézzük, ez, aha. Tehát hát ilyenek nincsenek, hogy gyémánt dolgok, de akkor ezek, és be se teszi azt a mindenedet. Szóval, akkor lehet, hogy előbb megcsinálom a Diamond felszereléseket, azt ide kiveszem, és akkor majd beteszem kézzel, ha már ő nem hajlandó. Ilyen Wyvern kort csináltam párat itt közben, 200-at, mert az is idő volt, ugye láthattátok az korábbi részekben, hogy hát az is időbe telt. Most betette, jól van, akkor ha induljunk, ez is kell, bó is kell, az nagyon kell, bár most van egy tervem a Shurikennel, hát el is mondhatom, nem olyan titkos, csak ezt még hadd csináljam meg, hogy én azt vettem észre, vagy azt sejtem, hogy ennek most az attack damage az 9,57, de hogyha én ezt övékent korra cserélném, Nézzük is meg gyorsan. Jaj. Emeteg itt van nekem egy olyanom, ami knife blade, nem. Surikenhoz ilyen kés él kellene, de hát ezt nem is... Ez ám a sebesség futásba, és ez nem is a leggyorsabb. Jó, van itt minden, nem ez az. Hova tettem én azt? Ha mindegy, kezdem ezt megolvasztani, mondjuk legyen 4 darab. Nem olvad meg. Jaj. Mert hogy övék knife blade, ilyen kéne nekem. Akkor lehet, hogy ott volt, csak hogy ezt nem lehet megcsinálni.
Hát ezt hogy csinálsz, ha nem olvasd meg? Hát még az lehet, hogy nem elég jó a láva. És ha csinálok kis pirótiumot, kraftolok egy 10 darabot, majd amit lekraftoltam, a szép... Ja, nem vettem ki. Tehát pyrofilm. Közben használta más is. Ha ide most beteszek egy 5-öt... Ajaj, ne, téged másra használnak. Szóval mennyiből lesz egy vödör? Tehát 4-ből, akkor milyen jó, hogy betettem. Na, elméletek, ez 2 vödör, és ha jól tévedek, ez elég lesz. Oké, van 2... Ne, gyere ki onnan. Nem kell, hogy jövett, menjél. És a kérdés, hogy hogy tudom ebből kivenni a lávát, mert hogyha szétütöm, akkor ez megtartja, de hát lehet, hogy csinálok egy ilyen seared gauget, seared glass van, az nem ugyanaz, seared gau akármi, van ilyenem, van ilyen, nincs ilyenem. Grútot csinálni, hamar kiolvasztani, na, mindjárt lesz. Tudom, hogy azt mondtam, hogy kiolvasztani, de természetesen a kiégetésre gondoltam. Tessék, éges ki magad, és akkor mire visszaérek, már kész is lesz. Itt van nem a Knifeblade Cast. Most majd közben a röntgen memóriám, ami fénykép memória, az rájött, hogy ott van. Hát itt egy kicsit szétszedünk mindent, hogy ezek ne legyenek útba. Jó, és visszatesszük. Úgy készülök, mint hogyha már biztosra lennék, hogy ez működni fog pedig, de hogy is biztos. Szóval még egyszer akkor, na most már van elég cucc hozzá, akkor ezt kiütöm. Nem biztos, hogy működni fog, ez csak egy tipp, mert hogy régebben tényleg volt ilyen, hogy nem volt elég jó a láva neki. Pacs. De hogy elmélet emögött, hogy ezek magasabb hőfokon olvadnak. Ja, mert nem is hozza be. Láva, 1000. Honnan van láva? Hát most ütöttem ki. Ja, gyere vissza. Azért. És kiütöttem a kontrollert is, visszateszem, és akkor most ugye ez láva, ez meg Blazing Pyrofilm. Na most mit mondasz nekem? Oké, most jó. Na, gyerünk. Nem. Sajnos ez nem. Pedig itt van, nem a Large Sword, itt van, Knifeblade, 35-ös attack-je van. És igaz, hiába klikkelek rá, nem tudom megcsinálni. Awaken Knifeblade, de hát ez az. Rad Away Fluid, ez micsoda, hogy kerül ide az Awakenedhez? Na hát ez megint egy ilyen kis fricska, hogy olyan, mintha meg lehetne csinálni, de nem lehet. Jó van, megpróbáltuk. Na milyen jó, hogy ránéztem a reaktorra. Valamiért megy fel a hőmérséklet. Várjál, most spéci páncélunk van. Most mi van, ha kiveszem? Oda néz. Itt szépen itt várjál, hogy mutassam meg. Ezen a részen elkezdett lehúzni ez az energiaszint, tehát elég gyorsan vesztettem az erejéből. Hogy látszik, hogy még mindig a legjobb ez a ruha. Itt páncél, ide vagy oda. Na, most... Mindig nő. Nem, most csökken. Most úgy nő, hogy csökken. Jó van, akkor ezt megtartjuk. Na és a következő lépéshez, ugye ebből kell, meg ebből is kell 5, és ebből meg 10, az 2x5. Na, inkább így mondom, mert hogy 5 cuccunk van, és azt hiszem, hogy itt szépen át fogjuk tudni alakítani őket. Aztán enchantolni is úgy látom, hogy változott. Korábban annyira király volt az enchant, hogy egy kis könyveket be lehetett tenni a menüben gyakorlatilag menni, nem, és bármikor fel lehetett venni, meg lerakni. Itt most úgy látom, hogy ez változott, tehát most ugyanúgy kell enchantolni, mint bármi mást, ami végül is jogos, de mindegy, olyan szép volt. Na, ha már összedobjuk, ez pikpak meg, gyerekek, pikpak. Ebben most nincs vágás, legalább most épp olyannyira nincs, hogy rossz gombot nyomtam, tehát ez tényleg ilyen pikpak van. Jó, és akkor hiába van az ott, az igazából már itt van, kín van, itt van velünk minden. Aj, de szuper. És itt 35-ös attack damage-e van, azért az más, mint ami ott a... Mennyit is írt itt?
Itt 35. Ja, 3,5. Ja, hogyha le van merülve, én van 3,5. Ja, így már értem, mert hogy ugye ez is XP-t vesz, nem pedig... mit az? Tehát nem az erejéből, vagy a tartóságából veszt, hanem csak hanem a energiát, nem is XP-t. Mit beszélek össze-vissza? Ehhez viszont kell még 5. Jaj, meg egy ilyen. Előző részekben én elég jól feltankoltam, tehát ezért nem lesz ez gond, de ez időbe telt, elég sokat futott a szerver itt a háttérbe, hogy tudjak ilyeneket csinálni. Szerencsére most így nem kell várni, hogy meglegyen minden. Miért ég itt? Hallottam valami robbanást, és ez itt ég. Ez most mi? Ja, szerintem vihar van, és ezek a villámcsapás mik vannak. Szóval itt közben dolgozok. Azt hiszem, hogy nem is kellett volna ennyi minden, csak a kart, az ásó, nem kellett volna a balta. Például, hát ez fura. Na mindegy, akkor lesz egy jó baltám, eladó, ha valakit érdekel. Nem olcsó, de megéri. Na, és akkor ide meg a pickaxe. Úgyni, már készül is. Gyere, papám, gyere a papához. És itt van ő. Itt van ő. Tehát ez a két cucc, gyerekek, verhetetlenek vagyunk most már. Töltődik szépen. Miket tudna, mutasd meg. Na, nem te. Mondjuk pont te nem kell lesz, mert ha ez itt van, bár elmétek favágáshoz jó a másik. Szóval attack radius. Ha valakit támadok, akkor kétszer akkora sugárba támadja. Safe mode. Te azt írja, hogyha valamit lát, akkor valami olyasmit lát, amit azt gondolja, hogy nem akarok szétütni, akkor nem üti szét. Ez mondjuk olyankor jó, amikor a bázison ütsz, és nem mondjuk a mining az 5x5-re van állítva, és akkor kiütöd a fél bázist, amikor csak egy cuccat akarsz kiszedni, mondjuk erre a gépet. Szóval jó, maradjunk most egyelőre egy 5x5. Mi ez a junk filter? Ó, ja, hogy itt lehet beletenni, hogy milyen blokkokat nem szeretném, ha összegyűjteni, vagy hát rögtön törölném, mondjuk a földet. Ez is új dolog. Junk filter... hogy valami NBT-t kikapcsolja a filternél, nem érdekes. Speed multiplier 100%-os, hogy persze legyél gyors, mint állat. Show tick OOI, tehát mutassa, hogy mit fog kiütni, ez tetszik. És a mélység, hát ez megint a bázisnál nem annyira jó, de mondjuk bányászásnál, de hát nem bányászunk, de mindegy, legyen ilyen. És a junk filter, ja, hogy itt konfigurálni lehet, itt meg bekapcsolni. Kikapcsolom, nem kell junk filter. Na mennyire gyors ez, mondjuk egy kicsit arrébb. Ezt a repülést most kicsit visszavettem, de hát így is baromi gyors. Jó, oké, azt hiszem a sebességgel nem lesz gond. Na jó, mondjátok, hogy persze, hát ez fa levelet üt, mint állat. Na nézzük a követ, oké. Szerintem a kővel se lesz gond. Na jó, és csak a szemléltetés kedvéért nézzük, mi van akkor, hogyha felhúzzuk maximumra, és azt mondjuk, hogy 5x5, és dig tap is valami brutális. Mennyi volt? 5. Tehát 5x5x5. És mutatja, figyelj, paf! Így már lehet dolgozni. Azért én ezt mindig szeretem. Ja, és bekapcsolt az éjjellátás. Gyerek, nem kell fákja. Te jó. Abszolút nem kell bányászni, de csak emiatt elkezdek bányászni, esküszöm már újra. Mi ez a fekete? Te ki vagy? Ez mi? Ez micsoda? Na? Loot core. És ki is írja? És miért nem tudom összeszedni, mert hogy tele vagyok? Ja, mert a junk filtert nem kapcsoltam be. Mi az, hogy loot core? Ja, már tudom, mi lesz ez. Tudom, mi lesz azért, mert hogy ebbe van egy ilyen mágnes is, ami összeszedi az összes dolgot, meg is berántja. És azt nem tudta berántani, ezért csinált ilyen loot core-t. De ami ezt bekapcsoljuk, az kompatibilis vele? Szerintem nem. Nézzük csak tovább. Ja, nem. Tehát ez külön áll ettől, és úgy látszik, hogy ennél nem is lehet kikapcsolni, ez mondjuk baj. Tehát nem baj, de baj. Nem bajjuk be, hogy ez baj. Mert milyen jó lenne, hogyha rögtön emibe tenni, amit kiütünk, nem pedig a junk teleteszi a helyünket.
Hát a Bedrock nem megy sajnos. Érdekesen a Night Vision nem kapcsolt be, de most lelokkolom, így legalább bekapcsol. Elég jelent voltam, én úgy éreztem. Na és ha ki akarunk repülni, akkor is ki tudunk rendes sebességgel bárhonnan. Durva ez a cucc, durva. Ja, csak hogy most tele vagyunk szeméttel, de hát ez ilyen. Jó van, szépen csökken a sebe, vagy a hőmérséklet, de ez elég sokat futott, hogy ezek kiürüljenek, vagy kiégjenek, tehát lehet, hogy lehetne gyorsítani, nem tudom, hogy hogyan, de mindegy, depleted, ugye? Depleted, és azt hiszem ezekből tudnunk akkor csinálni centrifuge-sal ilyen kis platinum, a plutóniumot. Nem tudom, hogy ez, ami megvan, az nekünk most elég lesz, de nézzük meg, ja, várjál, mert még ha ki is merül, szerintem akkor is eléggé sugáros, szóval depleted, 7 darab van, és tegyük bele, centrifugálja ki, hát megvan már nagyon okosan oldva, ami egy hoppert jelentésbe legyen dölcsözbe, tehát megy szépen be. Az a baj, hogy el kell várni, míg ez felmelegszik. Úgy látom, ez a melegítés semmit nem ér, csak fogyasztja az energiát, anélkül is melegedett rendesen, de nem mindegy, ezt megvárjuk aztán addig. Addig viszont vissza a tuti dolgokhoz, méghozzá ez a bó, ez nagyon jó lesz. Fire and Arrow mode, aha, tehát hogy pure energy-t használ, tehát csak energiát. Hát kapcsoljuk be, aztán már lehet, hogy máskor ki kell kapcsolni. Be lehet állítani a damage, tehát ez valami sokszorozóst, hogy mennyivel többet sebezzen, ugye ennek az a hátrány, hogy több energiát fogyaszt. Auto fire, hogyha fully charge, akkor sűjjön el, próbáljuk ki. Magnification, ez annyira nem tetszik nekem, de azért most még ne. Miért ne? Shockwave power, lehet, hogy ez nem működik egyszerre a másikkal, meg hogy gyorsabban lőjön. Persze, meg robbanjon, mindenképp robbanjon, mindenképp. Na most erre mit? Aha, és azt mondja, hogy nem lehetséges a robbanás, hogyha az a Draconic Fire is benne van. Na, csak megtalálom. Tehát akkor ezt lehet, hogy ki kéne kapcsolni. Shockwave. De shockwave-et is, ez meg csak akkor lehetséges, ha ez be van kapcsolva. Out of arrows. Jó, most már csak az a baj, hogy nincs elég. De nem is akarok én nyilvesszőket cipelni. Akkor enchantoljunk, van nekem... Hogy hívták? Ez Infinity Enchant volt. Ó, figyelj, lehet, hogy még van is egy. Nem, Power 5 és ez vajon... Hol van? Itt van az Anvilom. Ez vajon... Tényleg a Power 5 is működik rajta? Too expensive. Hát, úgy látszik, a Power 5-öt nem lehet. De mindegy, egy Book és egy Eye of Enderrel ez megoldható. Eye of Ender meg egy Book. Kettő van, nem mintha nem tudnék csinálni bármennyit, és egy könyv az van itt szerintem, mert ugye itt van az Enchant készítő, nincs könyv. Ja nem, várjál, ez az, a Smutyiet a másik csinálja, szóval akkor kell bookot szereznem, könyvecskét, egy párat beteszünk, hogy legyen, és mindjárt lesz akkor Infinity. Ez az Infinity az, hogy ne kelljen nyilvessző soha többet, azaz ne használjon 4-et foglal. Oké, mármint, hogy nem, lehet, hogy egy kell, nem, egy se kell, tehát most már nem panaszkodik. Jó, és nézzük meg, mit tudok lőni. Úgy, pacs. Ez igen. Tehát ezzel már lehet írtani. Igen, a zoommal ez a baj, hogy ugye most zoom van és autótüzelés egyszerre. Tehát ez amint... Ó, kettőt lőtt, még csak egyet akartam. Tehát ezért ilyenkor így ugrál. Ér minket is, tényleg mi is sérülünk? Bizony. Ja, de azért nem olyan komoly a sérülés, mindent kibírunk. Jó, és ez mennyit üt? Mennyit üt? Mit mondasz, barátom? Egy attack damage... Mert hogy ezt gondolom azt írja, hogyha én ezzel ütök, akkor mennyi. Jó, és egy power 5-ös, ha nem is tudok rátenni, de egy power 4-es sem nincs véletlenül. Hát lehet, hogy nem is tudok én már jól repülni. Na, nézzük, powerből mik vannak. Egy power 1-en van. Hát az nem sok.
De sima flinttel lehet csinálni, tehát akkor kiveszük ezt a két darab power 1-est, abból tudunk csinálni egy power 2-est, még kettőből vizét, 3-ast, és még 4-ből 4-est, ugye? Tehát 6-ot kell csinálnom, mindjárt kiderül, hogy jól számoltam-e. Jó, már csak majdnem 500 000 ilyen XP dobozom van, az nagyon gáz. Nem nagyon sok, baromi sok gyerekek. Csak hogy szedek magamra néhányat, jó van, nehogy itt elfogjon, és akkor igen, power 1-ekből lesz a power. Ja, tönkrement. Na, van két power 3-osom, az rámegy-e? Na, az még rámenne. A power 4-es is rámegy vajon? Tehát 5-ös az tuti nem ment rá, de a power 4-es az még illene. Aha, ez rámegy, csak itt nagy volt a szám, hogy mennyien XP dobozom van, aztán hát nem is volt elég. Jó, most akkor ezzel elég lesz már, remélem. Power 4. A power 5 miért nem ment rá? Kár, power 4 ez jó. Azt hiszem, hogy jobb oldalon se írja, hogy milyen erős a nyílvessző, pedig jó lenne. Úgy, pacs. Nem a bázis. Oda nézott egy áldozat. Bam. Ez, várjál, ez fura volt. Ez fura volt, hogy túlélte. De mi lenne, ha nem a robbangatást néznénk? Meg miért van itt ennyi mob? Na mindegy. Szóval, hogy ezeket bekapcsolnánk, és kikapcsolnánk az explosiont. Mert lehet, hogy az explosion ez látványos, de hogy önmagában talán nem ér annyit. Nézd, ott is van egy. Most valami nem jó. Nincs elég erő a lövéshez. Hát az hogy lehet? Hát itt vagyunk. 16 millió RF. Nem elég a 16 millió, hogy egyet lőjek. Van itt egy holding 3-as. Ha én ráteszek egy holding 3-asat, akkor vajon több energiát fog tudni? Nem, mert nem is lehet rátenni. Jó, a holding az inkább ilyen tárolókra jó, de mondom, hát ha viszont övékönt, megnézem, hogy mit lehet, ja, ezt nem övékennek hívják, ez csak simánbó, majd megnézem, hogy mit lehet rátenni, hogy esetleg még rá eszembe jusson valami, de itt van-e? Power 4-et, 5-öt is lehetne, csak úgy látszik, a Infinity mellett nem lehet, ugye a Punch az üt, Flame az, hogy kigyullad, Infinity az már van, ezt nem tudom mi, de lehet, hogy ez is jó. Venom, ez is azt hiszem valami vagy nagyobb betű, vagy megmérgezi. Power az volt, Punch volt, Flame volt. Ezek most miért vannak kétszer? Mi ez a Venom? Ja igen, ez a Venom, ez tudja, ez ilyen Spider Poison, tehát az, amit az a fura Spider csinál. Curse of Vanishing. Ezt megnéztem, és azt jelenti, hogy eltűnnek az elemek, amiket dob. Tehát nagyon sokan nem megyünk vele. Igazából egyik se érdekes. Talán ez a punch. Talán ez a punch, hogy hátra megy, ez mondjuk, hogy ilyen sárkányt megütünk, az érdekes lehet, és nem lehet csinálni. Viszont én múltkor eléggé sokat így kraftogattam, tehát lehet, hogy van punchom, de nincs sajnos. De az egyes lehet csinálni, persze, Zolikám, tehát string kell hozzá, mindjárt ezt is megnézzük. Na, nyíl, punch egyet, azt még rá lehet tenni, szuper, de hogyha punchokat összerakom egy kettesre, azt is rá lehet tenni, azt is rá lehet tenni. Jaj, ez mindig úgy megijeszt, amikor ez az anvil összeesik, viszont a bómot ezt beveszi ilyenkor ide. Jó, szuper, na. Most ezzel nem oldottam meg a problémát, hogy nincs elég energiám. Azt majd, arra lehet, hogy van megoldásom, hogy teszek majd egy ilyen tárolót, de mi van, hogyha ez csak kétszeres lesz? Ez már tud. Jaj! Nem, hogy itt robbant. Ugye nem robbant szél. Hát a hírte megijedtem, hogy itt valamit robbant. Nem, ez csak nagyot üt. Szóval kéne keresni valami áldozatot. Átnézzünk az endbe. De csak is a tudomány érdekében. Ó, de gyönyörű ez a napelem, ezt is upgrade-elni kéne. Ajjaj, a szerver nem szereti annyira, hogy sietek. Na nézzünk titeket. Egy ütésből megölte. Energiaszint, aha, töltődik. Most ilyenkor ez... Tehát ez mennyit szed le, nézzük. Sokat.
Sokat. Több van 10 misit? Ja, nem is tudok lőni ilyenkor. Ja, most jött vissza. Tehát még többet is. Nem, most... Ó, oké, de viszont nagy hatása van. De így nem jó. Így nem jó. Akkor ennyi, ha így kevés az energiánk, mint most, idézőjelben ez kevés, akkor ez nem éri meg, viszont akkor kéne valami nagy tároló. Na, visszamegyünk, azt megnézzük, azt a energy core-t. Flux kapacitor, én erre gondoltam, és ebből egy is elég lesz. Aha, de szerintem olyan mizét igényel. Viszont akkor el is kezdhetünk keresgélni hozzá egy ilyen holdingos varást, mert hogy elméletileg akár, ez még használhat is, csak milyen jó, hogy a holdingra keresek, és az unstable jön be. Tudod, hogy van, mert hogy ide már erre már raktam holdingot, és valahogy megcsináltam, tehát tudja, hogy működik. Már a flux kapacitor megjött, ugye alapba 256 milliót tud tárolni, ugye ebbe van most így felturbózva 62, ebbe 256. Megtaláltam, nem volt könnyű, egyesével jó formában végig kellett nézni, szóval chess kell hozzá, és akkor jó lesz, ugye egy az egyeshez, kettő a ketteshez, és talán négy a hármashoz. Jó, csináljuk meg. Megnézzük, hát a segít rajta. De várj, itt egy holding 3-as. Ez hol volt? Akkor nem is kell. Nem is kell. Valahol találtam mégiscsak. De fura. Nem fura, tudtam ám, hogy ott van. De hogy tudtam. Na szóval, holding 3, és te? Ú, nem, az már túl sok lenne. Power, nem, holding 1, nem. Nem, sajnos nem, pedig milyen jó lett volna. Kár, hogy ami másik nem működik, ennél nem működik. Már ilyen C betűre nem jön be, valami konfigrál nem jön. Azt nézem, hogy az armorokra se jön fel, hogy hogyan lehet enchantelgetni őket. Enchantolgatni. Ez nem annyira jó. Tehát például leveszem a sisakot, és keresek mit lehetne, egy protection-t. Van protection-öm? Van valami protection-öm? Új, itt van itt minden. Fire protection-t. Rá tudok tenni egy fire protection-t? Azt illene. Aha, rá lehet tenni. Mondjuk azt nem tudom, hogy hova érdemes. Lehet, hogy ezekre csak egyet lehet tenni, mert hogy itt próbálok rátenni négyet egyszerre, de csak egy jelenik meg. Most vagy nem jelenik meg itt, és rajta van, vagy tényleg csak egyet lehet tenni. De fura, van olyan, hogy projectile protection, ugye ezt is megcsinálom mindent, mármint ugye a protection-ökből, ehhez meg viszont ilyen shield kell, abból lesz, tehát egész fura. De nem rossz. Szóval van sima protection 4-em, aztán van blast protection, tehát robbanás elleni védelem, és mi van még? Fire, ezt lehet, hogy nem teszem fel, majd megnézem, hogy egyáltalán kell-e, vagy felfér. Mindegyikre teszek valamit. A fire az érdekel a legkevésbé, mert tudtam el, ez a páncél alapból bírja a tüzet, ez valami kis PC dolog, szóval most akkor összerakom ezeket, hogy legyen egy négyes. Hát ugye mivel csak egyeseket tudok csinálni, az egyesekből kell kettes csinálni, megint elfogyott. Hát olyan gyorsan elfogynak ám ezek, mindig felviszem ilyen 40-es szintre, telerakom egy csomót, aztán valamire elfogy. Jól van, és mi projectile protection 2, az lesz vagy 3-as, és akkor így lesz a 4-es. Szóval a projectile az fontos lehet, sima protection is fontos, meg ez a blast is, ez is fontos. Melyik a legfontosabb? Talán a blast a legfontosabb, ezért ezt ide teszem, és akkor utána jöhet a sima protection, azt meg ráteszem a lábra. Legalább, hogy a lábam ne sérüljön. Ó, megint eltűnt az anvil. És akkor lábra teszek Fire Protection-t. Ne kérdezz, miért? Valamiért. Most így lesz, és ide egy Projectile Protection. Megint elfogyott. Megint elfogyott. Nem, mintha nem lenne sok. Rengeteg van. Miért fogy el? De. Tehát a Projectile Protection jön a tetőre. Oké. Mondjuk nem. Nem csillognak, villognak. De nem baj. Jó, azt hiszem elég fullos vagyok. Ezt a kicsi shurikent kicsit bánom. A shuriken az baromi jó lett volna, ha meg tudom csinálni. De hát szerintem így is elég ütős lehetek. Akár sárkány ellen is mehetek. És na, melyik sárkányra gondolok?
Ja, de várjatok, még öt is kell egy kicsit erőltetnünk. Sharpness, Smite, mind a kettő baromi jó. Mind a kettőt megpróbálom. Art, ez nem érdekes. Knockback, ez is jó. Fire Aspect, Looting, hát itt most már nem lootolni szeretnék, hanem ölni. Efficiency-t, ha ráteszek, nagyobb lesz az ereje? Na, ez egy jó kérdés. Az összes többi nem érdekes, de ez a három, milyen jó lenne, a hármat rá lehetne tenni? Waterwalking. Water, a vízenjárás. Az hogy? Last End, na hát ez tuti nem jó, hát a Last End is páncélra kell. A Last End amúgy egy baromi jó dolog, főleg, hogyha sok XP-d van, mert akkor, hogyha elveszik az armorot, tehát majdnem meghalnál, akkor az XP-t kezd el fogyni. És azért mi így fel tudnánk nyomni magunkat pár száz XP-ig, és ott azért, vagy pár százas szintre, ott azért szerintem elég lehezen ölnének meg minket. De akkor kezdjük Sharpness-szel, ugye ez akkor Quartz. Meg nem is tudom, még könyvet is kell majd csinálnom, de mindegy, egyelőre Quartz, ebből kell 8 darab, ahhoz, hogy elérjük a 4-es, vagy ebből van 5-ös? Na, rátettem a Sharpness 5-öt, de most szeretnék Smite 5-öt is rátenni, hát azt már nem engedi, de nem is azt írja, hogy too expensive, egyszerűen nem engedi. Ez mi volt, hogy amikor elkezdtem írni, akkor ja, hogy átnevezni is 32-be kerül, de csak 21-en van. Jó, adjunk neki valami ütős nevet azért. Nem is, hogyha az a mindent szétszed lett, itt ez a jó kis szétszedő, mindent szétszedő, akkor ez legyen agyoncsapó, vagy valami ilyesmi. Vagy agyoncsapó. Ezt most találtam ki, esküszöm. Amúgy érdekes, hogy 32 kosztja van, tehát a legtöbb az, hogy átnevez agyon lövő. Hú, nem szép az a hosszú, de nem baj. Így, de most már van egy agyonlövő, agyoncsapom, és egy mindent szétszed. Cool. Na, de hát akkor próbáljuk ki. Hol is van? Itt is van. Hú, de furák itt a színek. Na, cserébe gyors. Szóval, 1, 2, 3, 4. Oké, mindjárt kezdünk. Titeket meg, pacs. Na, nem tud egyszerre többet? Várjál, mindjárt meg kell néznem a beállításokat. Ő az, és hogy adtak Radius, az 2. Hú, ja, ez régen van, brutális volt. Tehát ilyen 4 vagy 8, vagy nem is tudom mennyi. Vagy 9. Ó, együttés. Együtt és egy Enderman. Az nagyon jó azért. Az nagyon jó. Na nézzük a sárkány. Azt a mindenit. Hangja volt, de nem nagyon csinált semmit vele, pedig telibe találta. Na várja, mindjárt megvárjuk, hogy feltöltődik. Na most. Hát nem tudok lőni. Hát ez így nem jó. Várja, menjünk csak el. Nézzünk valami más beállítást. Na jó, kikapcsoltam ezt a sok vép dolgokat. Maradjunk a... Ó, hogy oda néz. Hát ez olyan sok azért. Na, egy. Hát te lehet, hogy a shuriken nem többet ér. Nézzük csak meg. Hát a shurikenbe ugye közelebb kell menni. Az oké. De hát ez így meg tudja állítani, de nézd. Hát azt kell mondjam, hogy shuriken jobb. Várja, nézzük szemből. Aha, na, ha ilyen sok kicsit lövök, akkor egész ügyes. Na, így már egész ügyes. A lényeg, hogy akkor nem kell nagyokat várni, hanem sok picit. Sorozni kell. Azért messzire elég ügyes, tehát messzire tényleg nagyon oda néz. Mondjuk ügyesen is célzok, azt hozzá kell tenni. Hoppa, mégsem. De nem jó, ez az autós lövés, ez nem olyan jó. Ez nem akkor lövi, amikor én gondolom, hogy jó helyen van, hanem amikor ő gondolja. Ja, most viszont csapkodni kell. Tak. Ó, ez a jó cucc. Ez a jó cucc. Tudom, hogy a kristályokat nem pusztítottam el, ugye, és igazából inkább az eszközöket tesztelem, nem annyira, hogy gyorsan megöljem, és elég jók azért. Jók, jók. Na, elkaptam. Meg vagy barátom. Szóval nem rossz, főleg az, hogy messzire is tud lőni. Az autósatot azt viszont kikapcsolom, melyik is az, várj, ez az autofire, oké, ez off. A
többi az jó. Na itt meg a barátok, na nézzük, hogy a kettes szint az mit ér. Ó, így jó, ha összejönnek, akkor egész hatékony ez a cucc. Na, jó van, megtartjuk. Hű, de szuper jól néz ki ez a napelem, és innen köszönök el, akkor hát ma ez egy ilyen kis fejlesztős rész volt, akkor következőben talán, de a legkövetkező valamelyikében neki megyünk a drakónnak, az Chaos Guardiannak, a legerősebbnek talán, ami létezik ebbe a játékba. Ja, akkor is tartsatok velünk, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, bizony, találkozunk legközelebb, sziasztok!